Annyi srácok, ez csak egy ilyen teljesen random videó, szóval ne várjatok semmiféle külön fancy tesztet, vagy valami hasonlót. Kicsit meg is vagyok fázva, úgyhogy nagyjából rövidre fogom, viszont gondoltam, esetleg valakit érdekelhet. Vettem egy új egeret. Én korábban, mindjárt meg is mutatom nektek, egy ilyen SteelSeries Rival, azt hiszem ez 100-as, vagy 110, pontosan nem is tudom, megmondom őszintén, mindegy is, azt hiszem amúgy ez 100. Évekkel ezelőtt vettem, az én csatornámon egyébként még fönt van a teszt videó. Nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve, viszont hát oldalt ez a gumírozás, ez finoman szólva is le van kopva, és hát így már azért elég undorító feelingje van a dolognak. De még egyébként tökéletesen működik, tehát nincsen semmi baja, viszont hát ja, tehát azért már ez lényegesen jobb lenne valami mást használni helyette, úgyhogy vásároltam egy egeret, ami hiányzik róla, hogy itt csak oldalt, ugye ez egy jobbkezes egér, bal oldalt vannak plusz funkciógombok. Szerettem volna, hogyha jobbra is kerülnek, viszont marad ez a tenyeres kialakítás, ez a leegyszerűsített design. Most SteelSeriesben ilyen nincs. Tehát amilyen ilyen, úgymond, tehát több gombos, az már ilyen predátor, meg leszedett, meg ilyen, tehát nem jön be. Na, és végül ajánlásra egy Razer Lancehead-et vettem, ami biztos marha sok mindent tud, különösebben nem érdekel, jobban érdekel az, hogy a gombok ott legyenek, jól be tudjam állítani, nyilván szoftveresen gondolom nem lesz gond, bár nem volt még Razer cuccom, meg az, hogy kényelmes legyen, meg könnyen át tudjak rá szokni, úgyhogy én itt már gyorsan felvágtam nem az ereimet, hanem a dobozt. És megnézzük milyen. Okay. For gamers by gamers. Congratulation füzetecske. Kíváncsi vagyok egyébként, mit raknak ebbe így bele. Egyébként ez ilyen 20 rony körül van ez az egér. Razer Synapse 3 Beta. Quick Start Guide. Download, install, enjoy. Jó, hát ezt ki fogjuk próbálni. Azt mondja, hogy ilyen profilváltó gomb is van rajta, és profil indikátor. Na ugye, na igen, tehát ilyen profilt én ezen az egéren nem tudok váltani, hanem ugye a DP-t állítja, illetve hát, ha váltani is tudnék, nem tudnám, hogy mi zuhan. Viszont itt megvan azt csinálva, hogy az alapvető profilok közé tartozik a, van profil 1, 2, 3, 4, és akkor ez különböző színeken mutatja a kis lámpácskánál. De úgy hol, azt nem vágom, majd biztos fogja valahol mutatni. És hát ez ennyit ír. Nagyon más, nem? És ez megnézzük, ez meg mit ír. Hát ez egy használati utasítás, szerencsére angol nyelven kaptam hozzá egy ilyen Razer logót, ami kígyók tekeregnek jobbra-balra, szerintem elég ratyi, de mindegy, nem a logóért veszük a dolgokat. $16.8 millió color, ez ugye nagyon fontos, anélkül meg se lennék. Valószínűleg én ezt a statikus LED világítást fogom használni, mint az ilyen wave, meg pulse, meg mit tudom én. Jó, hát ezen túl sok mindent nem ír le, ezen összesen van egy-kettő, ugye két oldalt kettő, tehát az 4, fölül két ilyen DF, ez a DPI stage up, DPI stage down, de ezt egyébként valószínű én amúgy át fogom konfigurálni, mert DPI állításból bőven elég két profil nekem, az asztali meg a gaming, szóval az egy gomb elég, aztán a maradékkal meg nem tudom, azt meg rárakom mondjuk a voice chatet, hogy valami. Be tudom nyomni a görgőt, meg ugye a jobbal egér. Jó, hát van technical support, és akkor jó napot kívánok. Na, de lássuk a lényeget. Ó, jaj, de jó. Így örülök neki.
nem lesz merőben más a fogása valószínűleg. Na, tehát ezen kívül a dobozban már csak az egér van, ami így néz ki. Mutatom, tehát nagyon nem... Hello? Nem tudom kijebb húzni. Na mindegy, nem tudom mennyire fog látszani, nem annyira. Megpróbálom ide rakni a tetejét. Ez kicsit nagyobb a régi egerem, a Razer kicsit kisebb. Mindjárt megnézzük, hogy mennyire lesz ez zavaró. Aha. Hát viselhető, szokni kell azért. Nagyon bírtam ennél a SteelSeriesnél, hogy így ráfeküdt az egész csuklom, és nem fájdult meg. Illetve hát ez nyilván ugye kétkezes egér, tehát ezzel számoltam, hogy ez így fog lenni. De igazából mindegy, és akkor ugye a kábelezés az nyilván szövet. Kis izé, kis digesz-dugasz. Jó, az elég cringe volt. Meg esetleg el akarod vinni magadnak valóba, és össze akarod csomagolni. Nyilván nem fogom. És így megnéz ki az alja. Nem rossz, nem rossz. Aha, és itt alul van valamilyen ilyen váltó cucc, ez a profilváltó, de hogy miért alul van, igazából elképzelésem nincs, miért jó alulra rakni. Gondolom máshova ergonómiailag talán nem fért volna rá. És kíváncsi vagyok, hogy ezzel tudom-e ugyanezt a... Ugye nem ilyen marok, vagy milyen sasmarok fogás nyomok, hanem ráfekszik a kezem, és mostanában álltam rá, hogy így a hosszan kelljen húznia az egeret. De szerintem meg fogom tudni szokni. Meglátjuk majd. De nagyon jól néz ki, nincsen rajta fényes rész, az mondjuk jó. Bár ennél a SteelSeriesnél sem zavar, csak hát könnyebben meglátszanak rajta a dzsuvák, bár ennek az egérnek már szinte mindegy is. Viszont el fogom rakni tartalékba, mert amúgy meg funkcionalitásban semmi baja nincsen. Na jó van, ennyi lett volna. Kicsit ilyen random videó, de remélem azért tetszett. Szevasztok!